Az erősödő adótudatosságnak és a bővülő kedvezményeknek köszönhetően a személyi kedvezményt igénybevevők száma is évről évre nő, közölte az adóügyekért felelős államtitkár. Bizonyos betegségek után is jár az adókedvezmény, ez havi szinten 8050, így éves szinten 96600 forintot jelent az állampolgároknak. Ezt azok igényelhetik, akik rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek, vagy olyan betegségben szenvednek, amelyek súlyos fogyatékosságnak számítanak. Ez az összevont jövedelem után igénybe vehető adókedvezményt jelenti. Azokban az esetekben lehet igénybe venni, amikor a 335/2009-es kormányrendelet mellékletében meghatározott betegségekkel rendelkezik valaki. Ezeket a betegségeket bővítették az idejében, tehát ide tartozik a méhnyakrák, a mellrák, az endometriózis, valamint a prostatarák is. 2010-ben mindössze 69 ezeren vették igénybe a személyi kedvezményt, 2018-ra azonban már 258 ezerre nőtt ez a szám. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 10 000-nél is több érintett van, a számuk a megyében is évről évre nő. A kedvezmény visszamenőleg is jár, ezzel 2019. január 1-e óta már több mint 110 ezeren éltek. Az érintettek 2013 és 2017 közötti személyi jövedelemadó bevallásaikat önellenőrizték, és részükre összességében 6,5 milliárd forintot utalt ki az adóhivatal. Az adókedvezmény visszamenőleg is érvényesíthető. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek az idejében állapítanak meg kedvezményeket, akkor természetesen a kedvezmény megalapításának a napját követően vehet igénybe adóköteles jövedelem esetében. Visszamenőleg pedig akkor érvényesíthető, hogyha valaki korábban nem élt ezzel a kedvezménnyel, tehát sem a munkáltató felé, sem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé nem jelezte ennek a kedvezménynek az igénybevételét. Ilyenkor önellenőrzéssel módosítható 5 évre visszamenőleg a beadott bevallás. A folyamatos tájékoztatások ellenére mégis lehet több tízezer olyan magánszemély, aki még az éves személyi jövedelemadó bevallásában sem veszi igénybe ezt a kedvezményt. A hivatalos statisztikák például átlagosan 10-15%-ra becsülik a laktózérzékenységben szenvedők arányát az Európai Unió tagállamaiban, és a becslések alapján endometriózisban több mint 100 000 nő is érintett lehet hazánkban. A betegséget igazoló szakorvosi papírt nem kell a hatóság felé benyújtani. A hivatalos dokumentumot azonban köteles az érintett 5 évig megtartani, hogy egy esetleges ellenőrzés esetén be tudja mutatni.